Ave Maria, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Kedves testvéreim! Ma 21 óra 37 perckor a mi szeretett Szentatyánk, második János Pál megtért az Úr házába. Imádkozzunk érte! Második János Pál pápa, az ember, aki megváltoztatta a világot. Első rész. A messze földről hívott ember. Péter székét Rómában, Péter római székét ma egy olyan püspök foglalja el, aki nem római. Ez a püspök Lengyelország fia. Ettől a perctől azonban maga is rómaivá válik. Testvéreim! Ne féljetek befogadni Krisztust és az ő hatalmát. Ne féljetek! Nyissátok ki, sőt, tárjátok szélesre a kapukat Krisztus előtt. Ne féljetek! Krisztus tudja, mi rejtőzik az ember szívében. Csak is ő tudja. Engedjétek tehát, kérlek benneteket, alázattal és bizalommal kérlek, engedjétek, hogy Krisztus szólhasson az emberhez. Ő az élet nyelvén beszél. Igen, az örök élet nyelvén. Most minden emberhez szólok. Az összes emberhez. Mennyi tisztelettel kell Krisztus apostolának kimondania ezt a szót, ember. Imádkozzatok értem. Segítsetek, hogy megfelelően szolgálhassalak titeket. Amen. Amen. Mikor először kérdezték, elfogadom-e, így feleltem. A hit iránti engedelmességből az én Uram Krisztus előtt, az ő és az egyház anyjára bízva magam, tudatában minden nagy nehézségnek elfogadom. Habemus pápám! Dominum Carolum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem
Vojtila! A külföldi név okozta meglepetés, rögtön elillan, amikor az új pápa megjelenik a vatikáni bazilika központi erkélyén. Egy távoli országból szólítottak ide. Bár nem tudom, helyesen fejezem-e ki magam a nyelveteken, a mi nyelvünkön, olaszul. Ha hibáznék, majd kijavítotok. Az 58 éves krakói érsek abból a mindig hűséges Lengyelországból érkezett, amit a szovjet birodalom részeként a kommunista rezsim tart hatalma alatt. A csendegyháza most Péter hangján beszél. A bazilika előtt elhangzott felhívása egész pápaságának jelmondata lett. Nyissátok ki, sőt, tárjátok szélesre a kapukat Krisztus előtt. Nyissátok ki az államhatárokat, a gazdasági és politikai rendszereket. Nyissatok teret a kultúrának, a civilizációnak és a fejlődésnek. Ne féljetek! Ez a kiáltás felforgatja a kultúra, a politika és a gazdaság sztereotípiáit, és alapjaitól kezdi bontogatni azt a vasfüggönyt, amely ketté osztja a világot. '79. júniusa a pápa első útja Lengyelországban. A szolidaritás megalakulásával a szovjet blokk hatalma meginog. '1981. május 13-a. A pápa ellen merényletet hajtanak végre. Az elkövető a török Ali Akça, aki kétszer egymás után rálő a Szentatyára. A legvalószínűbb feltételezés szerint a célja az, hogy halálos sebet ejtsen a férfin, aki nehéz helyzetbe hozta a kommunista rezsimeket. A katolikus egyház álláspontja szerint 1917-ben a szűzanya megjövendölte e drámai eseményt a fatimai pásztor gyerekeknek. 2000. május 13-án Szodánó bíboros felfedi a világ előtt a harmadik fatimai jövendőlés egy részét. Az olasz államfő egy hónappal később kegyelmet ad Akcsának, és kiadja őt Törökországnak. A szent év júniusában a jövendőlés teljes szövege hozzáférhetővé válik. Az évszázad titkáról lehull a lepel. '1991-ben a Kranz zászlórúdján leengedik a Szovjetunió zászlaját. A tragikus utópia, ahogy a pápa nevezte, véget ért. A valóság azonban más volt, mint hitték. Utazásaikor a pápa túlkapásokkal és igazságtalansággal szembesült. Afrikát a törzsi harcok pusztítják. Latin-Amerikát és Ázsiát az egyre növekvő társadalmi különbségek bénítják. A virágzó nyugatot pedig az elszegényedett és kirekesztett emberek gondja sújtja. Ekkor születtek meg a pápa olyan nagy jelentőségű szociológiai és filozófiai enciklikái, körlevelei, mint az Evangelium Vitae és a Fides et Ratio. Tevékenysége példaértékű. Térdre borul a ferences Kolbe atya cellájában, akit az auschwitzi koncentrációs táborban gyilkoltak meg. Ő az első pápa, aki a zsidók iránti tiszteletből ellátogat egy zsinagógába. Assisiben együtt imádkozik a világ vallási vezetőivel. Sokszor szorult kórházi ellátásra, törékeny teste, remegő kezei jelezték, az Isten bajnoka helyét a szenvedő szolga vette át. Égi jel volt, ahogy békéért könyörgött. Az ellehetetlenült szarajevói utazásai. Jel volt a kubai forradalom téren, a Che Guevara hatalmas képmásával szemben elhelyezett kép a Szent Szívről.
A zarándok út a keresztek földjén, a balti államokban. A maffiának címzett szigorú intése a templomok völgyében. A kánonjogi kódex, a keleti egyházak kánonjainak törvénykönyve, a katolikus egyház katekizmusa és az Átlépni a remény küszöbén című munkái. Alkotó művészete segít megismernünk a költő Wojtylát, ezt a hivatását alázattal szerető embert. Közeleg a harmadik évezred, amikor a Szentatya kijelöli a pápaság út irányát. A hívők feladatait a Tertio Millennio Adveniente című levelében határozza meg. Ez az evangélium a lemondásokat hirdeti, arra int, hogy őrködjünk a doktrina tisztasága felett, főként az erkölcs terén, mégis sok tekintetben nagyon nyitott és elfogadó. De Karol Wojtyla nem csak a szavak embere volt. Tanúnak hivatott egy nagy és fájdalmas ügyben. Amint elhagyja a Gemelli kórházat a combcsontörése után, kitárja a szívét. A pápát kell bántalmazni. Neki kell szenvednie ahhoz, hogy minden család és az egész világ megértse, van. Van egy magasabb rendű evangélium. A szenvedés evangéliuma, ami felkészít a jövőre, a harmadik évezredre. Ne féljetek! Közép-Európát Berlinben egy fal választja ketté. A fal keleti oldalán az ateista és kommunista Szovjetunió leigázott nemzetei helyezkednek el. Az ellenállás hiába való. Már az 50-es évek elejé Lengyelországban és Kelet-Németországban is kegyetlenül visszaszorítanak minden lázadási kísérletet. Magyarországon a szovjet hadsereg 1956-ban leveri a szabadságharcot, majd 1968-ban Csehszlovákiában a szovjet tankok a prágai tavasz utolsó reménysugarait is eltapossák, és a világ csak tehetetlenül nézi. A bíborosokat börtönbe zárják. Köztük a magyar Mindszentit, a csehszlovák Beránt és az ukrán Slipicst is, akiket később ugyan szabadon engedtek, de a zsinatokon többé nem vehettek részt. A lengyel Visinskit is letartóztatták, de hívei nagymértékű támogatása miatt a rezsim kénytelen megtűrni őt. Hatodik Pál pápa lazítani kívánt a rezsim szorításán, amely akadályozta az egyház működését. Így Casaroli együttműködésével folytatta a Vatikán keleti politikáját, az Ostpolitikot. Montini pápa szeretne személyesen is keletre látogatni, s utazásait a mindig hűséges Lengyelországban kezdené, de a lengyel kommunista hatalmak ezt nem nézik jó szemmel. Leonid Brezsnyev meg is fenyegeti. Ne feledjétek, a szuverenitásotok korlátozott, országotok a Szovjetunióhoz tartozik. Így hatodik Pál nem jut el Varsóba. Az új pápa persze tud mindenről, mégis megismétli. Ne féljetek! Vajon megtagadhatják az egyházfőtől a jogot, hogy mint lengyel állampolgár visszatérjen a hazájába? Természetesen nem. A korabeli lengyel kommunista hatalmi szervek ezúttal nem tehetnek semmit. Az utazást pünkösd idejére szervezték, 1979. június 2-ától 10-éig. Varsóban a Győzelem téren 1 millió ember gyűlt össze, hogy lássa Lengyelország pápává lett fiát, aki majd kimondja az oly régóta áhított szavakat. E szavak így lelkesítettek. Jöjj el, Szentlélek! És újítsd meg a föld arcát, a mi földünkét,
nostra terra. Krisztus nélkül nem érthetjük meg a lengyel nép történelmét. La storia della nazione polacca. Kizárni Krisztust az emberiség történetéből, a világ bármely részén, ember elleni vétek. E szavak után a közönségből kitört az a felszabadult taps, amit évekig el kellett folytania. Ez a mámor több mint 10 percre félbeszakította a pápa beszédét. A lengyel nép erőre kapott Varsótól Csesztohováig, Auschwitztól Krakkóig, Novahutától Vadovicéig, ahol Karol Wojtyla 1920-ban született. De az első út legnagyobb politikai következményekkel járó állomása, mégis a lengyel kereszténység bölcsője, Gnyezno volt, ahová a pápa pünkösd napján, június 3-án érkezett. Gnyezno egy kisváros az ország északi részében, így nem számítanak nagy sokaságra. Talán épp ezért kapott engedélyt a szovjet televízió is a pápa látogatásának élő közvetítésére, és arra, hogy a műsort a balti államokban, Fehér Oroszországban és Ukrajnában is sugározzák. De elszámították magukat. Amint a Szent Atya beszélni kezd, maguk is rájönnek a tévedésre. Ez a szláv pápa azért jött, hogy az elfelejtett nemzetekről beszéljen Európa, az egyház és az egész világ előtt. Azért jött, hogy kikiáltsa, nem felejtettek el titeket, az egyház szívéhez szorítalak benneteket. Hallotok engem? Ekkorra a szovjetek észreveszik a hibát, és megszakítják a közvetítést. De már túl késő. 1979-től Gnyeznóban új történelem kezdődik. Az első következmények épp Lengyelországban érződnek. Lech Walesa vezetésével Gdanskban megszületett a Szolidaritás szakszervezet, megrengetve a kommunista párt egyeduralmát. Walesa zakójának hajtókájára a Fekete Madonna ábrázolását tűzte, ami már maga is felháborítónak számított a kommunista rendszerben. A szovjet katonai beavatkozást elkerülendő Jaruzelszki tábornok puccsot hajtott végre. De a pápa nem felejti el a hazáját. A vész napjaiban is ellátogat szülőföldjére. Arra kéri az új vezetőket, hogy tartsák tiszteletben a létrejött megállapodást, majd hozzáteszi, figyelni fog rá, hogy az ország szabadságát ne fenyegethesse semmi. Eközben a birodalom központjában, Moszkvában nagy változások zajlanak. A szovjet vezetés Brezsnyev, Andropov és Csernyenko halála után úgy dönt, hogy ezúttal egy fiatal férfit ültet a párttitkári székbe. Ő volt Mihail Gorbacsov, aki újításokra törekszik. A peresztrojka három főjelszava az átalakítás, a nyilvánosság és a gyorsítás volt. 1988-ban a kereszténység oroszországi megjelenésének ezredfordulóján Gorbacsov meghívja a Kremlbe az összes vallási vezetőt. Ott van Kazaroli bíboros is, aki a pápa vatikáni meghívását közvetíti. Gorbacsov egy mondata bejárta a világot. Ahhoz, hogy új gondolatok születhessenek, át kell lépnünk a régi sztereotípiákon. Elérkezik 1989. 10 évvel második János Pál első lengyelországi látogatása után eljönnek a berlini fal ledöntésének csodálatos napjai. Kelet-Európa nemzetei számára új időszámítás kezdődik.
Ugyanez év december 1-én különleges pápai audienciára kerül sor. Gorbacsov és felesége Rajsa megérkeznek a Vatikánba. Gorbacsov izgatott, a keze ökölbe szorul, ahogy közeledik a kézfogás pillanata. De Wojtyla orosz köszöntése felolvasztja a jeget. Isten hozta a pápa házában, amely minden nép vezetőjének közös otthona. Moszkvában a földrengés egy utolsót morajlik. A Szovjetunió felbomlik. A pápa szavai a jövő nemzedékeinek örök üzenetként szolgálnak. Gyűjtsük össze a falköveit, hogy megépíthessük a világ összes népének közös otthonát. A krakkói érsek pápává választását sokan úgy értelmezték, mint egy égi jel, ami majd véget vet a több száz éves hagyománynak, amely szerint csak olasz pápa vezetheti az egyházat. Ő más környezetből érkezett, más volt a történelme, a kultúrája, így nem volt közvetlen köze az olasz történelem és egyház történet kényes és ellentmondásos eseményeihez és helyeihez. Nem érintette az olasz egység problematikája, a Szentszék akkori konfliktusai. Számára távoli visszhang volt csupán, amikor az újjáéledő egyház politikával piszkította be hívei lelkét, először a keresztény szocializmus, majd Luigi Sturzo néppártja által, aztán a II. Világ háború után a hosszú életű kereszténydemokrata párt által, amely nem mindig volt hű morális és vallási meggyőződéséhez. Wojtyla ezekre a történelmi eseményekre elődeivel ellentétben elfogultság nélkül tudott tekinteni. Miután Róma püspökévé vált, ez a körülmény nem hátráltatta, inkább a javára vált. Hiszen épp egy külföldi pápa tudja igazán segíteni Olaszországot, hogy le tudja győzni szűk látókörűségét, és megtalálhassa méltó helyét Európában. Második János Pál arra kéri az olaszokat, hogy ne zárkózzanak be, ne csak merengjenek egy fényes múlt emlékein, hanem legyenek tudatosak és felelősségteljesek a kontinens többi nagy nemzete között. 1993-ban Agrigentóban felszólalt a maffia ellen. Isten parancsa ez! Ne ölj! Nincs egyetlen ember, semmiféle embercsoport vagy maffia, aki megváltoztathatja, vagy lábbal tiporhatja Istennek ezt a legszentebb törvényét. A felelősöknek azt mondom, térjetek meg! Egy nap eljöjj az isteni igazság napja! Olaszországért így imádkozott. Tudjuk és értjük, hogy az isteni gondviselés Péteren keresztül különleges módon összekötötte Olaszország történetét az egyház történetével. Pálon keresztül pedig az egész világ evangelizációjának történetével. Palermói egyház találkozó 1995. Az Etosz hegy oldalán a sok közös meggyőződés és a mély emberi és keresztény értékek, amelyek megalkották országunk civilizációjának gerincét, kezdenek eltűnni. Az intézkedések arra irányultak, hogy kivezessék Olaszországot a bizonytalanságból, a széthúzásból, és főként, hogy meggátolják a keresztény értékek elhanyagolását. A pápa azt kérte az olaszoktól, hogy legyenek hűek az igazi identitásukhoz.
Ezeket a feszültségeket és problémákat a köztársasági intézményeknek és a demokratikus módszernek kell megoldania. A pápa idegenkedik a hatalomtól, de az örök igazság befogadásából nem enged. Európa nem létezhet egy hatékony és tudatos keresztény Olaszország nélkül. Így szól az intelem. Ne veszítsük el nagy kulturális és hitbéli örökségünket. Őrizzük meg, és tegyük életerőssé a nemzetek egységét. Győzzük le a széthúzást, akár önérdekből, akár területi érdekből történik. És egyúttal nyíljunk meg szívünkben és együttérzésünkben a külföldiek felé, akik becsületesen keresnek munkát és szebb jövőt. Egy ilyen ünnepélyes alkalomkor nem hallgathatok egy másik súlyos fenyegetésről, amely beárnyékolja országunk jövőjét, és amely már most meghatározza életünket és fejlődési lehetőségeinket. Ez nem más, mint a születések száma, a népesség folyamatos csökkenése és a társadalom elöregedése. Egy összetartó, magabiztos Olaszország nagy kincs a többi nemzet számára, mind Európában, mind az egész világon. Bizakodom, hogy a közös otthon alapjaiból nem fog hiányozni a cement, az a csodálatos vallási és kulturális örökség, amely az évszázadok során naggyá tette Európát. Isten áldja meg Olaszországot! Így kezdődik Wojtyla útja. De még senki sem sejti, hogy majd egész pápaságát utazásaira építi fel. Különleges módszer volt ez, egy újfajta életstílus a katolikus egyház történetében.
Miért pont innen indult az utazás? Latin-Amerika a föld receptora. Itt minden túlzásnak hat. Megosztott kontinens ez, amely megosztja az egyházat is. Mikor János Pál Mexikót választotta első úti céljának és pápasága főállomásának, a világ vagy legalábbis az egyház jövőjét tartotta szem előtt. A világ katolikusainak fele itt él. A 8 legtöbb katolikus hívővel bíró országból 6 ugyancsak itt található. Brazília, Kolumbia, Mexikó, Argentína és Guatemala. A számok magukért beszélnek. 140 millió katolikus él Brazíliában, 100 millió Mexikóban. De a Latin-Amerika és Wojtyla közti kapcsolatnak más oka van. A pápa célja, hogy ezt a háborús tűzfészket a guadalupei szűzanyának szentelje. Béke királynője! Neked ajánljuk Isten népét! Neked ajánljuk Mexikó és az egész kontinens egyházát! Legyen tiéd teljességében! Ó, anyánk, ébreszd fel a fiatal generációkban Isten szolgálatának vágyát. A törékeny nő alak oly más, és mégis oly hasonló a Csesztohovai Madonnához. A második útja Brazíliába vezetett. Ez a föld két részre szakadt, Brazíliára és Latin-Amerika többi részére. Az evangéliumi prédikáció itt az áldozatok védelmében hangzik el. Második János Pál pápa számára a felszabadulás és a forradalom fontos szavak. De a felszabadulás nem lehet csupán erőszakkal kivívott politikai cél. 1979-ben Pueblában a Latin-amerikai püspökség kontinentális konferenciáján a Szentatya megmutatja a követendő utat. Az igazságtalan elnyomás elleni harc csak akkor lehetséges, ha erősíti az egyház szerepét. Nincs szükség nyíltan lázadni a politikai hatalom ellen. A Lengyelországban alkalmazott módszer is sikerre vihet. 1983-as Közép-Amerikában tett látogatása is kulcsfontosságú. A nicaraguai szandinista kormányt sok keresztény is támogatja. A miniszterek között van egy pap, Ernesto Cardenal is. A hallgatóság azt várja, hogy a pápa nyíltan ítélje el az Egyesült Államok imperializmusát. Ez azonban nem történik meg, és a pápa beszédét többször félbeszakítják. Mielőtt visszatért volna a Vatikánba, II. János Pál megállt San Salvadorban, és meglátogatta a misézés közben agyonlőtt Oscar Romero püspök sírját. A protokoll tiltotta, hogy elmenjen ebbe az elhagyatott katedrálisba, ő mégis letérdelt a mártír sírhalmánál. A megosztott kontinensre II. János Pál többször is visszatért. Panamába, Argentínába, Mexikóba, Kolumbiába, Venezuelába, Bolíviába, Guatemalába és mindenfelé. És még kétszer győzedelmeskedik. Chilében a demokrácia ügyében, és Kubában, mikor segít kitörni az elszigetelődésből. Ezt
1987-ben a pápa a diktátor Pinochet tábornok oldalán jelent meg, annak a Lemonida palotának az erkélyén, ahol Salvador Allende elnököt meggyilkolták. A találkozóról készült képek bejárták a világot, és nagy felháborodást keltettek. Ez rossz döntésnek tűnhet. Mégis ettől a perctől kezdett el a diktátor visszavonulni a közéletből, újabb vérontás nélkül. Elkezdődhet a nemzeti megbékülés és a demokrácia újjászületésének korszaka. A helyzet a 89-es bársonyos forradalomra emlékeztet. Kubában a pápán már látszanak a betegség jelei. De az idős ember kivirágzik a fiatal kubaiak között. Játszik a széllel, a nappal, boldog, hogy beléphetett a világba, amely sokáig úgy tűnt, örökre zárva marad. A világ nyíljon ki Kubának, és Kuba nyíljon ki a világnak. Így szólt a hatalmas tömegnek. Találkozója Fidel Castroval szintén történelmi jelentőségű esemény volt. A kubai diktátor egész útján végig kíséri, de csak is diszkréten és tiszteletteljesen. Az út végét mindkettejük számára siker koronázza. A Karibi-szigetországba friss levegő áramlik. De az öreg pápa nem lel békére, érzi a Mexikót körüllengő rejtélyességet, és népében az Úr népét. Ennek nem csak Latin-Amerikában van jelentősége. Az Észak- és Dél-Amerika határán fekvő ország történelme bővelkedik az elhívásokban, az önfeláldozásokban, és itt jelenik meg a guadalupei szűzanya, az indián Juan Diego-nak. Az ő szenti avatása megdicsőülés és tanúságtétel. 2002-ben az a köpeny és az a Mária kép az, amit II. János Pál védelmezőként hagy a kontinensre, és a jövő, azaz a ma egyházára. Mária, imádkozz értünk! Santa Maria, Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis, Santa Maria Mater Ecclesiae, ora pro nobis, Santa Maria Salus Populi Romani, ora pro nobis, Sancti Michael Gabriel et Raphael, ora pro nobis, Omnes Sancti Angeli, ora te pro eo, Sancte Iosef, ora pro eo, Sancte Ioannes Baptista, ora pro eo, Omnes Sancti Patriarche et Prophete, ora te pro eo, Sancti Petre et Paule, ora te pro eo, Sancte Andrea, ora pro eo, Sancti Ioannes et Iacobe, ora te pro eo, Sancte Toma. Azt mondják ránk, hogy a pamut, a kávé és a gyűlölet népe vagyunk. A halál népének neveznek. De mi a tánc népe vagyunk. Lábunk megerősödött a kemény föld taposásától. Második János Pál és Afrika kapcsolata szenvedélyes és gyötrelmes. A pápa úgy szerette a kontinenst, ahogy a nagy nehézségben lévő gyermekeket szeretik, akikről félő, hogy megfeledkeznek.
Már az első útja során bizonyította örömét és megrendülését, amikor megcsókolta az afrikai földet. Tizenhatszor járt Afrikában, és a kontinens majdnem mind az 53 országát meglátogatta. Az afrikaiak megérezték rokonszenvét, és hasonló ösztönös nyíltsággal fordultak a Rómából jött Isten küldötte felé. Minden útja során győzedelmes énekekkel, törzsi táncokkal és az afrikai lélek minden életörömével fogadták Wojtylát. Még az olyan nemzetek körében is így várták, ahol a katolikusok voltak kisebbségben, és a lakosok nagy többsége muzulmánokból állt. 1985-ben Casablancán történt meg először, hogy a katolikus egyház vezetője fiatal iszlamisták körében tartott beszédet. Ezután Kamerunban, majd Szenegálban is, a többségében muzulmán országban, ahol a pápa utazását élőben közvetítették a televízióban. Második János Pál az afrikai földön újfajta kapcsolat létrehozására törekedett keresztények és muzulmánok között. Az igazi vallásos hit vezethet egymás megértéséhez és a harmonikus együttéléshez, ismételte mindig. Diszkriminációt és konfliktust csakis az eltorzult vallásos érzelmek eredményeznek. Párbeszédre buzdított, s olykor nem volt könnyű dolga. Nigériában 1985-ben az iszlám vezetők nem jelentek meg a megtervezett találkozón a pápával, de Wojtyla mégis tovább ment. A párbeszédet és a vallási szabadságot hirdette abban a Szudánban is, amelyben az iszlám rezsim agresszívan elnyomta a katolikus hívőket. Igazságot és tiszteletet követelt az alapvető emberi jogoknak, hogy mindenki félelem és kirekesztettség nélkül szabadon gyakorolhassa a vallását. 1980-ban a kontinensen 50 millió katolikus élt, mára ez a szám megduplázódott. A Szent Atya óva intett a vallási gyarmatosítástól. Az egyház nem foglalkozott az afrikai népek fejlődésével, azért, hogy hatalmi helyzetét megtartsa, vagy azért, hogy elhatárolja magát az afrikaiaktól. A kereszténységnek szövetségre kell lépnie az afrikai emberek lelkének mélyével, hogy eljuthassanak az afrikai és egyben keresztény kultúra gyökeréhez. A pápa a tapsok és az örömkiáltások között már az első afrikai utazások során észrevette az esdeklő tekinteteket is, a haldokló kontinens fájdalom kiáltását. A beszédeiben felhívta a figyelmet olyan tragédiákra, amelyekről a világ nem akar tudni, az éhínségre, a betegségre, a háborúra, arra az árra, amit a nincstelenek fizettek a gazdag világ fejlődése érdekében. A szubszaharai térségekben a szegények aránya megállíthatatlanul gyarapodik. Azok száma, akik kevesebb mint $2 élnek naponta, elérte a 500 milliárdot. Afrikában a nyomortól több mint 10 000 gyermek hal meg naponta. A Száhel övezetben a szárazság és a sivatag kiterjedése okozta katasztrófákat általános közöny kísérte. Ouagadougouból, a Sejemút egyik országából, a pápa az egész világhoz intézte szavait. Nem hallgathatok, amíg a testvéreim veszélyben vannak. Én vagyok a hangja azoknak, akiknek nincs hangjuk. Azoké az ártatlanoké, akik meghaltak, mert nem jutott nekik kenyér és víz. Az apák és anyák hangja vagyok, akik végignézték gyermekeik halálát, és nem tehettek semmit.
A jövő nemzedékének hangja vagyok, akiknek nem kell többé a fenyegető veszély árnyékában élnie. Második János Pál tisztelgett a rabszolgaság milliónyi áldozata előtt, de erőteljesen fel is hívja a figyelmet a gyarmatosítás problémájára, amely új formákban láncolja le Afrikát. Hangsúlyozta, milyen fontos a kontinens népeinek politikai és gazdasági függetlensége. A 90-es évek elején úgy tűnt, új szelek fújnak Afrika felett. Sokan megértették, hogy helyileg kell megoldást találni az afrikaiak problémáira, a társadalomnak demokratikusabbá kell válnia, és tiszteletben kell tartania az emberi jogokat. A pápa utazásai során gyakran afrikai tavaszról beszélt. Azonban a dolgok sajnos nem teljesen úgy alakultak, ahogy remélte. A korrupcióval fertőzött kormányok, a törzsek közti gyűlölet, a nemzetközi tartozások elviselhetetlen terhe továbbra is gátolták a kontinens fejlődését. A tuszik és hutuk közti mészárlások, a magas keresztény lélekszámú Ruandában és Burundiban az egyházat is mély lelkiismeret vizsgálatra késztették. Ezeket az etnikai gyűlölségeket a hit sem tudta eltörölni. A fegyverkereskedelem miatti féktelen testvérháborúkra a pápa is gyakran felhívta a figyelmet. Ezek a háborúk tömeges migrációra kényszerítették az embereket. Afrikában számtalan menekült él, és még nagyobb az elvándorlók száma. Olyan emberek ők, akik mindent elveszítettek, akiknek a szenvedése úgy tűnt, soha nem ér véget. A pápa a nemzetközi közösség segítségét kérte. Afrikában az életszínvonal továbbra is csökken. Nincs elég egészségügyi és szociális ellátás. Az AIDS csak az elmúlt 20 évben milliókat ölt meg az afrikai országokban. A pápa hangosan kiabálta a több ezer árván maradt szeropozitív gyermek tragédiáját. Elítélt bárminemű kirekesztést, és kérte a betegek megsegítését. Arra buzdította a gyógyszeripari vállalatokat, hogy ne próbáljanak hasznot húzni ebből a tragédiából, és ne vonják meg a segítségüket a beteg afrikaiaktól. Az afrikaiakat arra intette, hogy nagyobb erkölcsi szigorral éljenek, és kerüljék a szexuális szabadosságot, amely az AIDS fertőzés terjedését segítheti elő. Országaitok jövője a tét, hangoztotta a pápa. Isten azért teremtette az embert, hogy életre és ne halálra hívja. Karol Wojtyla az a pápa, aki az afrikaiak személyiségére és méltóságára összpontosított. Mindig úgy gondolta, hogy Afrika valami sokkal különlegesebb kincsbirtokában van, mint azok az országok, amik hajdan elnyomták őt. Van érzéke a belső értékekhez. Népei nagy tisztelettel viseltetnek a természet és minden létforma iránt, a család és a közösség iránt. Vendégszeretőek és nagylelkűek, spontának és tudnak örülni az életnek. Második János Pál arra kérte ezeket a nemzeteket, hogy ne próbálják a fejlett országok mintáját követni, hanem őrizzék meg a saját kultúrájukat. Afrika megmentését Afrikánál kell kezdeni. Bisogna ricominciare dall'Africa.
A 30-as években a 3 milliós katolikus közösségével Kína volt az egyház reménysége. A harmadik évezred kezdetén az üldözések ellenére is több mint 16 millió katolikus hívő él itt, az évente 100 000 felnőtt megkeresztelésével Kína a katolikus közösség létfontosságú tagja. Második János Pál pápa egy kevéssé ismert sikere, hogy a kínai kormány által kinevezett, és így a kánon jog szerint szakadárnak definiált püspökök 75%-át elfogadta az Anya Szent Egyház. A katolikus kínaiak üldözése 1999-től talán emiatt is vált még intenzívebbé. Újra Ázsiába indul. Kínába mikor megy? Erről már beszéltem egyszer. Attól kérdezze, aki tudja a választ. Kína a pápa nagy álma volt, amely nem vált valóra. De Kína Ázsia szimbóluma is. A kontinens egyházi szempontból nagyon ellentmondásos. A kereszténység Ázsiában szenvedi el a legnagyobb nehézségeket, a hívők száma mégis itt gyarapodik leginkább. Az üldözések nem pusztán politikaiak, az iszlámmal, a hinduizmussal és a buddhizmussal összehasonlítva, a kereszténység a legüldözöttebb vallás Ázsiában. Második János Pál szemében Ázsia emberi és vallási tekintetben különleges helyet foglalt el. Pápaként Karol Wojtyla mindenekelőtt azokat a távol-keleti keresztényeket akarta bátorítani, akik kisebbségben vagy nagyon kis közösségekben élnek. Ez a vágy vezérelte a Szentatyát számtalan ázsiai útja során. 1981-ben Pakisztánban, a Fülöp-szigeteken, Guamban, Japánban is járt. 1984-ben meglátogatta Koreát, Pápua-Új-Guineát, a Salamon-szigeteket, és Tájföldet. 1986-ban tömegek várták Indiában, Bangladesben, Szingapúrban. ...1989-ben elvitte az Isten igéjét Koreába, Indonéziába és Kelet-Timorba. Ázsiában gyakran nagyobb sikert ért el, mint amire számított. Még a Fülöp-szigeteki Marcos rezsim bukását is közvetve az ő ázsiai egyházakra gyakorolt hatásának tulajdonítják. Megmutatta a választás fontosságát, azt, hogy a békés, demokratikus keresztény út, ami a felszabaduláshoz vezet, más, mint a forradalmi marxista út. Erre az útra hívta magával a római pápa az ázsiai vallások nagy képviselőit. Az ő 1000 éves spirituális hagyományaiban II. János Pál és egyháza felismerte, hogy Isten igéjének magja jó földbe esett. Az ő nevéhez kapcsolódik a történelem egyik legnagyobb vallási összejövetelének megszervezése, amelynek emlékét a világ sokáig megőrzi majd. 1995-ben járunk Manilában a Fülöp-szigeteken. Péter utódja itt is arra kérte Jézus megkeresztelt gyermekeit, hogy tárják szélesre a kapukat Krisztus előtt. Ezt tartja szem előtt akkor is, amikor Rómában összehívja a püspöki szinódust 1998-ban.
Az ázsiai szerzetesek nem rejtették véka alá a krisztusi üzenet átadásának nehézségeit Ázsiában, mire II. János Pál a misszionáriusok bátorságáról beszélt nekik. A probléma súlya arra sürgette a Szentatyát, hogy bíborosokat szenteljen fel Vietnámban, a Fülöp-szigeteken, Indiában, Hongkongban, Tájföldön, Japánban és Indonéziában. Több ázsiai személynek is fontos megbízásokat adott a pápai udvarban. Elsőként adott bíborosi méltóságot egy üldözött kínai püspöknek, Gong Ping Meinek. Az ő feladatuk hirdetni, hogy Krisztus is ázsiai, és ezáltal összekötni a keresztény hitet az ázsiai nagykultúrákkal. Ezeket a misszionáriusi és kulturális feladatokat a nagykontinens minden katolikus hívének II. János Pál pápa után is úgy kell folytatnia, ahogy azt ő tanította. A szavak és a példa bátorságával. Sancte Marce, ora pro eum. Sancte Barnaba, ora pro eum. Sancta Maria Magdalena, ora pro eum. Omnes sancti discipuli Domini, ora te pro eum. Sancte Clemens, ora pro eum. Sancte Calliste, ora pro eum. Sancte Fabiane, ora pro eum. Sancte Corneli, ora pro eum. Sancte Existe, ora pro eum. Sancte Johannes, ora pro eum. Sok szempontból II. János Pál volt a vasfüggöny ledöntésével véget érő, rövid 20. század főszereplője. De talán miközben valóra váltotta álmát, segítve a közép-kelet-európai népek felszabadulását, saját magát is legyőzte. A 89-es nagy változások, az úgynevezett Annus Mirabilis után a kelet-európai társadalmak egy modern kori szekularizáció irányába indultak el. Wojtyla szeme elé egy szolidáris keresztény társadalom helyett egy világias, hedonisztikus, fogyasztói társadalom tárult, amely egyre közönösebb az egyházi előjáró által hirdetett értékek felé. A posztkommunizmus világa kivetkőzött keresztény hitéből. A liberalizmus olyan ideológiának tűnt, amely elismeri az individumot, de feláldozza a személyt. Ezért a pápa kritikái a nyugati világról egyre tömörebbé és keserűbbé váltak. Aggodalma a társadalomért és az emberekért gyakran vádakban nyilvánult meg, amelyeket egy immár domináns, szociális modell igazságtalanságaival szemben fejezett ki. Amerikában, amely valaha az antikommunizmus alapköve volt, Wojtyla végül csak egy konfliktusoktól meggyötört földet látott, amelyet az egyre növekvő szociális különbségek és kirekesztések tesznek tönkre. A harmadik világba tett utazásai során pedig maga is láthatta a szívszaggató igazságot. A bolygót már nem hívő gazdagok és már nem remélő szegények osztják meg. Az őt fogadó tömegben megtapasztalhatta a felszabadulás reménye nélküli szenvedést. Megértette, hogy új szavakat kell találnia, egy mindenkinek szóló új üzenetet. Csak a világ előtt vált önmagává. Bizonyságot és választ adott a jövőnek, amit ma már talán senki sem tudna megtenni. Közreműködött Pál Tamás, Nádasi Veronika, Kertész Péter. Magyar szöveg Kisvalickó Erika, szerkesztő André Judit. Hangmérnök Kozma Attila, gyártásvezető Lajtai Erzsébet, szinkronrendező Kerényi Kata. A magyar változatot az MTVA megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Produkciós vezető Pitka Irén.